Itt van és jön a rugások és pofonok királya, Jean-Claude Van Damme! Mostantól kezdve ez nem a Frederikus Show, hanem Jean-Claude Van Damme Show. Köszönöm szépen! Köszönöm! Miért volt erre az egész akcióra szükség? Az élet túl egyszerű lenne, ha nem tennénk valami komplikáltat. Hát persze, meg hát el is várja tőled a közönség, hogy így gyere be. Nehéz dolog egy magadfajta harci gépnek lenni? Valójában nem. Egyszerűen szeretem ütni az embereket. Persze ez vicc volt. Nem. 11 éves koromban kezdtem edzeni magamat, próbálom megőrizni a formámat, és még mindig nagyon fiatal vagyok, tehát szerencsés is. Persze, szinte minden nap kell edzeni magam. Az akcióisok sorában, ahol ugye téged számon tartanak ebben a pillanatban, te hol foglalsz helyet? Egyáltalán fontos ez neked, hogy mondjuk a Schwarzenegger, a Stallone, a Steven Seagal sorában Jean-Claude Van Damme hol van, mik a perspektívái, és így tovább. Azt hiszem, hogy ez jó dolog, mert én nézhetem őket, és idősebb bátyáimnak tekinthetem őket. Ugyanis Sly, Stallone és Arnold és Steven Seagal talán tapasztaltabbak, már csak a koruk miatt is. Tehát sokat tanulhatok tőlük, és jobb leszek, mint a jó bor, érek az évekkel. Egy magyar borra gondoltam. Pláne, akkor te leszel a legjobb. Egyébként van közöttetek rivalizálás? Tehát ők úgy néznek rád, mint egy fölkarolandó öcsre, hogy a te kifejezéseddel éljek, vagy pedig azért halk vagy hangos rivalizálás folyik köztetek? Nagyon sok film van ma a piacon, akciós filmek, drámák, vígjátékok. Én azt hiszem, a filmjeink, mert az akciófilmek segítenek egymáson, és a stúdiók túlságosan is okosak ahhoz, hogy egy időbe hoznák ki ezeket a filmeket. Tehát egyszerűen van idő fellélegezni, reklámot csinálni, és egyben arra is van időnk, hogy szeressük és üssük egymást. Te, ugye azt mindenki tudja, hogy belga születésű vagy, hosszú ideig az életedet Belgiumban is élted. Tulajdonképpen téged milyen ambíciók fűtöttek, amikor elindultál Amerikába? Ugyanaz, mint ami Arnold Schwarzenegger, tehát világsztár akartál lenni, és ebben a műfajban mindenkit magad mögé utasítani? Nos, 11 éves, 12 éves korom óta mindig is arról álmodtam, hogy filmekben dolgozom majd.
amikor láttam azokat a filmeket, Paul Newman-nel, Steve McQueen-nel, például a Pillangót, a Bilincs és mosolyt, akkor ezekről a filmekről kezdtem álmodni. De nem voltam nagyon erős fizikailag, elég törékeny gyerek voltam. Olyan, és ezt komolyan gondolom. Igen, ezt magam is olvastam, sőt olyannyira, hogy én valamelyik újságcikkben, nem tudom persze, hogy igazat írnak-e veled kapcsolatban, én tudom, hogy a újságcikkek nagy többsége már abszolút nem igaz, ezt leginkább magam értem. Szóval, hogy te balettesztél is, tehát egy bizonyos szakaszában az életednek, gyerekkorodban balettesztél. Valóban tanultam balettot, de már kombinálva a harcművészetekkel, ugyanis... Az embereknek furcsa elképzelése van a balettról. Nagyon is erősnek kell lenni, hogy az ember mosolyogva mutassa magát lazának, és egy megálljon egy lábon, és ilyenek. Tehát összevontam ezt a kettőt, de mindesetre elkezdtem edzeni magam, és álmodoztam, hogy erős leszek fizikailag, és felépítettem magam. És aztán elmentem az Egyesült Államokba, és megvolt ez az álmom, és azt hiszem, egy álmot igazán el lehet érni, hogyha az emberek keze és lába van hozzá, ha nem például mozgássérült. És meg is tettem. Hogyan is találtak ki téged? Tehát, hogy tulajdonképpen kinek köszönheted a te amerikai létedet? Én megmutatom a mi verziónkat. Itt volt Golán úr 2 évvel ezelőtt, és a következőket mondta. One day, egy szép napon egy étteremben voltam a feleségemmel, és egy fiatal úriember, aki csak franciául tud, pincér volt. Tehát rendeltünk 2 tányér levest, megjött a levessel, és azt mondta nekem, ön Mr. Golan? Mondtam, igen. És teljesen hirtelen felkapta a lábát, és a fejemre ráütött. De a leves nem mozdult. Ja, azt mondja, csinált egy ilyen körkörös mozdulatot a tállal a kezében, ugye? Aha. And I said, what is your name? És azt mondta, mi a maga neve? And he said, és ő azt mondta, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Hát igen. Így volt. And also, hát igen. After the king, és a rúgás után I took those two soups home. Még a 2 levest haza is vittem. Éhes voltam. Te valaha így kezdted, szóval pincér voltál Hollywoodban, elég méről kellett odáig fölkapaszkodni, hogy felfigyeljenek rád, és minden adott helyzetet megragadtál, hogy odafigyeltes magadra? Igen, tárgyaltam producerekkel, színészekkel, rendezőkkel. Sok évbe tellett. Ő mondta nekem pontosan, ugyanis másnap találkoztam Golan úrral, déltájban érkeztem az irodájába, és nagyon elfoglalt volt, és váratott este 6-ig. Nem azért, mert rossz ember, csak elfoglalt volt. És akkor hallottam, hogy telefonon azt mondja, a barátom $25,000, meg így, meg úgy. Mondtam, tehát ez egy ilyen ügynök. Tehát amikor bementem az irodájába, abban reménykedtem, hogy egy icipici szerepet kapok, de csináltam még egy-két mutatványt, és nagyon átgondoltan és éhesen, és azt mondta, barátom, sztár akarsz lenni. Kerin, hozzák be a Bloodsportot, az egy forgatókönyv, és megkaptam a Véres játék című film főszerepét. Hogy mennyire nem egyszerű dolog hollywoodi sztárnak lenni, ugyebár, csak tegnap este együtt voltunk vacsorázni, és azt mondja egy tulajdonképpen nagyon jó étteremben, hogy 10 évvel ezelőtt még $1.99 egy mexikói étteremben ettem, és ehhez képest én mindig meg vagyok hatódva, ha ilyen helyen vagyok. Szóval lelkedben azért megmaradtál annak, aki voltál. Ebből én csak erre következtettem. Igen, csak tudod mit? Nem is igaz, mert tavaly túl sokat dolgoztam, és nem is voltam igazán kapcsolatban a valósággal. Tehát egy kicsit bepörögtem, ami normális valamennyünk számára, előfordul az életünkben. Mi az, hogy bepörögtél, azon mit értesz?
Tudod, túl keményen dolgoztam, elvesztettem a talajt, túl őrült voltam, elvesztettem az időt, elvesztettem mindent. Ez volt az, amikor azt mondták, vagy azt írták a lapok, hogy például drogambulancián is részt kellett venned, magyarán szólva, tehát kezeltek drog ellen. Annyira lelkes voltam, annyira szerettem volna sikert aratni egy filmben, nehézségeim voltak, nem tudtam aludni éjjel. És kaptam egy nagyon aprócska dózisú altatót. Aztán nagyon sok altatót vettem be. És annélkül, hogy tudtam volna, egyszerűen megrögződésemmé vált az altatószedés. Tehát amikor klinikára kerültem Los Angelesben, teljesen megtisztítottam a szervezetemet, de persze volt néhány őrült tettem is, de az első két hétben ilyen voltam éjszakánként, és borzasztó nehéz volt. Aztán egyes üzleti barátaim, nem mind, egyszerűen cserben hagytak, és kezdtem rájönni, hogy ki is vagyok. De ez csak akkor van így, ha problémánk van. És annyira örülök, hogy ez így alakult. Ugye érted, amit értem, mondok? Abszolút. Igen? Hadd szakítsalak félbe, bocsánat. Én Amerikában élek, és az emberek olyan valódiak Budapesten. Igazándiból nem akarok hizelegni, de ez úgy van, mint Belgiumban. Nem túl sok időt töltöttünk odakint, mert keveset aludtam, de elmentem a tornaterembe, jártam az utcán, találkoztam a testőrökkel. És az emberek nagyon nyíltak, őszinték. Nagyszerű ország ez. Köszönjük szépen! A sztárság ilyen fokon azért nem zavaró? Azt hiszem, kötelességem, feladatom, hogy tiszteletbe tartsam barátaimat. Ugyanis elmondom neked, például, ha egy kisgyereked van, és ez a kisgyerek minden képedet a falra tette évekig, de sohasem látott, és aztán, amikor az utcán sétálsz, rossz kedvűen, és nem írsz alá egy autogramot, az gyerek álmát tönkreteszed. Tehát kötelességem, még akkor is, hogyha nem igazán vagyok jókedvű, hogy egy külön erőfeszítést tegyek, mert én elértem az álmaimat, és így kell fizetni, és szeretem az embereket. Igen. Azért nagy dolog az, kérem szépen, hogy így személyesen megismerhetünk egy ugye akciófilmsztárt, mert az ember a vászonról valami egészen másképpel él. Legalábbis én magam így voltam. És itt ül egy teljesen egyszerű, nagyon normális, hétköznapian gondolkodó, a maga egyszerűségét mindvégig magáinak mondó fiatalember, úgyhogy én örültem, hogy megismertelek Jean-Claude itt személyesen, és ezt komolyan mondom. Thank you. Köszönöm, köszönöm. Megpróbálok normális lenni. Na jó, innentől kezdve tulajdonképpen már csak magunk között vagyunk. Szóval én azt gondolom, hogy minden női néző kedvébe járok azzal, ha a következőt kérdezem. Te tényleg olyan izmos vagy? Yeah. Igen. Nem csak ott úgy föl vagy műanyagosítva? I've got some silicone. Van bennem egy kis szilikon, van bennem levegő is, de van azért igazi is. Nem, minden igazi. Minden a valóság. Akarod látni a muszklimat? Nézőink 5,5 millió, bocsánat, múltkor helyesbített egy újság, tehát 4,5 millió nézőnk, 83% a hölgy. Mit nem fognak adni a te muszkliaidért? El sem hiszed. Akarjuk. Na, mondom. Soha egy tévéműsorban nem tettem ezt meg, de most az ügynököm azt mondta, hogy nem mutasd az izmaidat. Az image-re vigyázni kell a képedre, de mintha ilyen csodálatos fickó vagy, és komolyan gondolom, megteszem a kedvedért. És a hölgyek kedvéért. Meg a srácok kedvéért.
Hát kérem szépen, ezek nem várt fordulatok. Azt hiszik, hogy ilyeneket mi kipróbálunk, vagy megbeszélünk. Rég tévednek. Kélek szépen, több próbának nem vetnek alá. Jobban is érzem magam, mert nagyon melegen volt. Erősen izzadtam. Itt van nagyon meleg. Most meg jobb. Tudod-e, hogy hogy kell használni a karikásos tort? Nem, de a feleségem már tudja. Persze csak viccelek. Kérlek szépen, Jean-Claude Van Damme magyar ajándékot kap. Nem a feleségének adom az ostort, de lehet közösen is használni, kérlek szépen. A puszták réme leszel ezzel. Először is itt van egy ilyen kalap, tessék, ez az ajándék egyik része. És aztán itt a karikás ostor, úgy...